Na jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit. Most már plusz egy ezeret a hord. Itt vagyunk az autóban, és indulni fogunk Horvátországba. Nyaralni. 4 óra 29 van, és most éppen tankoltunk. És menjünk Horvátországba a Körk szigetre. Ne, az most ne számolt bele, azt majd külön odaadom, mert azt még matek óra van. Hindsight is bleeding, when your heart's bleeding, and all you can see is red. Cause I was too young, and I didn't understand that you were the one. Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk, hol vagyunk? Valahol a határ közelében, és el fogunk menni Horvátországba, gyerekek. 5 barázda billegető ismét elmegy Horvátországba. Erről beszéltem, látod? Pont ez mögött fogunk menni, szóval valószínűleg ki fog esni az összes faj, és össze fog minket nyomni. Na szóval átmentünk a határon, és most ugye az autópályán megyünk, Horvátországba. És most nem fogok annyi videót csinálni az útról, mint 3 évvel ezelőtt, mert 3 évvel ezelőtt 40 percig tartott, míg odaértünk. Azt úrra volt. Szóval kicsit sok felvétel készítettem, most nem fogok annyit csinálni, de azért láthatok pár váóképet, ami úgy érdekesebb, például rólam. Még nagyjából 180 km mire odaérünk a szállásra. Még egyszer elmondom. Ezeket csináld! Csináld, beszélni! Jaj, jó, nyugodtam. Na szóval még nagyjából 183 km még odaérünk a szállásra. Üljél normálisan megint, légy szíves. Rohadt nagyon szélesek a vállaim. Külön csávó van, aki adja nekünk a kártyát, nem kell kívánni. Igazom gyorsítanak. Ja. Komoly. Thank you. Pisa! Komoly! Pisa jön a seggemből! Pisa jön a seggemből! Csaj nézett! Következő benzinkútnál megállj? Ha? Next, nem. Jó lenne már egy megállója, már régóta megyünk. Szívják a szart éppen. Na, megjöttünk gyerekek az első ilyen nagyobb megállóba, ott a néni éppen táplálkozik. Csókolom, néni, integes, akkor ne integes, jó van. Ezekkel találkoztunk múltkor. Vagy hát múltkor az egyik, hát egy órája kb. Amikor megálltunk. Megyünk utánuk. Az meg nincsen hely. Ott a kettő között oldalt. Jaj, meg a talábam. Oldalt. Persze, szerintem aztán annyira a forság, hogy hol állunk meg. Amúgy jó. Ide a kukához beássréget. Így is jó. De itt álltunk meg múltkor is, nem? Vagy nem itt volt? Nem. Hasonló. Azért mindegyik benzinkút ugyanaz. Ja, hasonló, hogy mindegyik. Ja, azoknak a helyükre. Ott meg hozták a friss tejet ott abban a kamionnal. Igen, éppen szívják ki a ganét. Ezek szippantósak. Kaki szippantók, igen? Ja. Csinálják róla egy videót, hogy hogyan szippantják a kakát? Szerintem semmi. Senkit nem érdekel. De hozott ennék. Esik ám az eső, csöpög. Na, ilyen kocsiba vagyunk, gyerekek. Egy kombi golf. Dízeles.
Józsi a rendszám, hogy Jézsé. Nyerekik első megálló, nem veszek semmit konkrétan, Burdi. Egy gyors véleményt mondanám, nem volt vélemény. Mondj egy véleményt, hogy igen. Kula szag van most itt, mint a picsa. Ja, szívják a szar gyerekek, új. Valahogy éhes vagyok. Vélemény? Éhes vagyok, de hát... Adj, jó a levegő. Jó a levegő, ja. Szarszippantó bácsik dolgoznak. Nézzük meg őket, hogy szippantják a szart. Ez egy ilyen szarszippantó vlog. Ott vannak a bácsik, ott szippantják a szart. Papája, hú, de büdös van, megyek innen hozzá. Nagyon büdös van! Véleményt szállítanak eddig az útról? Esik. Esik. Van kedvetek megnézni a szarszippantót? Hogyan szippantja a szart? Hogyan van a szarszippantót? Kuna Matata. Itt a zsé. Mi színe? Add majd ide. Add ide a zsét. Nem adom oda a zsét. Azt nézd meg, ez milyen jó az a híd. Na ez híd. Anyás. Ott a tenger. Életem meg először a tengert. Ott a tenger. Mondja véleményt a tengerről gyorsan. A tengerről nagyon szép és kék is. Szóval vélemény? Más vélemény? Most te Facebookozik, mert nem tud velünk beszélgetni ilyenkor. Az meg nem vagyok nő, érted? Egyfele figyelek. Abba fogunk fürdeni, ott a tenger. Kicsit a sós az egész. Hú, milyen kilátás van, gyerekek! Az ott egy elhagyott ott van. Hol? Az megy a szigetre? Aha. Az a híd? Aha. Az kerül 35 kunát. Azt a rohadt. Kurva is. Megéri szerintem, simán elviszik. Ott van a híd. Hú, de komoly! Kommunikálunk. Gyerekek. Ez a hídak hídja. A híd túl messze van, hídak Vájfolyón. Kémek hídja. Ez a magyar kém. Ja, a hídember. Hídember. Hideglelés, az is lehet, nem? Hideglelés. Ú, de jól néz ki. A Völgyhíd, gyerekek. Azt kapjátok ki! Mindjárt egy vagyok a szigeten, ez már Kirk-sziget, amit ugye Kirk Douglas-ről kapta a nevét. Mindenki megáll, a magyar barátaink is megálltak. Pont itt szembe, oda szembe. Ezt a panorámát féljétek, gyerekek. Azt a panorámát, figyeljétek már, basszus. Gyerekek, mutatom a dolgot. Azt figyel, gyerekek. De komoly, itt le is lehet csúszni. Nagyon jól néz ki, bakker. Gyors vélemény, kilátásról. Végre süt a nap, nem esik az eső. Kilátásról, Balázs, egy vélemény. Gyere, mondjuk. Király! 10-ből? Fotózás. Igen, fotózol, igen. Kislány vélemény. Nem? Lehet, hogy magyar. Nem magyar, szerintem német, nem? Ja, tényleg magyarok. Tényleg magyarok. Akkor meg is kérdezhetem a véleményeket. Gyula, akarsz egy nagyon premier videót? Kiengedem a kézüveget és meglőd. Na, gyerekek, ez jól néz ki. Gyerekek, megyünk tovább, akkor azt nyomjuk 1000-rel, mire odaérünk, addigra lesz dél, és eszünk valamit. Ja. Na szóval gyerekek, azt nem mondtam el, hogy ez nem csak egy nyaralás lesz, hanem egy kisebb urbex túrával egybekötött nyaralás, ugyanis az utolsó napon meg fogunk látogatni egy hotelt,
meg talán az éttermét, hogyha nyitva van, ami el van hagyatva nagyon régóta, direkt ide szerveztük ezt a nyaralást azért, hogy én tudjak urbexelni. Igaz, így volt? Nem. Nem így volt. Félig így volt. Linárdici, ugye? Igen. Na, hány méter? 800 méter. 800 méter, és ott vagyunk, gyerekek, a szállásunkon. A feeling ilyen majdnem ugyanaz, mint 3 éve. Ilyen köves, dombos, jó kilátással rendelkező dolog. Szerencsére hegyen leszünk fel, szóval lesz jó kilátásunk, gyerekek. A kilátást mindenképpen preferáljuk. Előnybe helyezzük, előtérbe helyezzük. Preferálás. Én megtanulszívan, én szóltál. Micsoda? Ninoszíva. Csupa ninoszíva volt. Hú, ez tényleg egy kis csöndes kis hely. De jó. Luka Vela Jana, látod? Balázs, nézted az apartmanokat? Bácsi. De már elmentünk egyébként mellette. Üvegezik a bácsi, látod? Hogy úr vekszel. Na akkor mi lesz? Visszafele megyünk, vagy hogy lesz? Aha. Már nézem a lesz. Itt nincs egy utca nevek, hogy mit tudom én, Petőfi Sándor utca? Vagy... Luka Modric. Luka Modric Street. A képe. Luka Street. Nyom neki. Kicsit far nehéz szegény. Dagadtak vagytok, basszátok meg hátul. Ott van, a dagadtak. Meg a csöves is autóval jár, és így szajnézik. Csöves is autóval jár. Szomsárga épület. Az lesz az? Ott egy fiát. Ő tele van roncsal. Láttad? Azt figyeld! Ott egy egész roncstáp előttünk. Ezt meg fogjuk nézni, kettő urbex hely van már. Az ott jobbra? Vagy az ott jobbra? Roncs videó lesz, gyerekek, ez nagyon jó. És ott a kilátás. Akkor lehet, hogy az már citromsága. Ilyen kilátásunk van, gyerekek. Nagyon komoly azért. Az ez. Az öreg néni az? Nem, még menjél tovább egyenesen. Mi? Menjél, mondom az útvonalat. Menjünk arra fel? Arra? Elvileg itt van valahol pont velünk szemben. Azt mutatja a térkét. Valahova állj félre, hadd nézzek körbe. Ja. Nem ez az? Ja. Szállj ki, azt nézz körbe, senki nem. Ide állj be, az kész. Nézd, itt vannak valami street elnevezések. Mit kell keresni? Ja, itt vannak utcanevek, gyere Balázs, nézd meg. Csak el van rejtve. Lehet, hogy a nácik átnyilaszták, hogy eltévedjünk. De szovjetek eltévedjenek? Valami talált, nyomot fogott Balázs. Rakoric, 122. Múli, te mindent éppen szemelre fel van? Hát, mivel olyan szép sárga képet láttunk. De hogyha ott kellett volna felmenni, akkor arra fele van szerintem. Tedd be meg oda a Google térképre. Oda dobta be, de nem azt a címet adja ki, amit a izé megad. Érted? Amit a Google megad. Tehát, hogyha ott van az a ház... Most elvileg ott vagyunk, ahol a ház van, de nem, ez nem az a cím. Ez a sárga helyik. Akkor a házat nézd, a házat keresd, tedd oda magad, dobd oda, és akkor körbe tudsz nézni. Érted? Ilyen 3D-s nézettel. Gyerekek, még egyelőre keresjük az épületet, mert ugye külső képük elvileg nincs róla, és nem tudjuk, hogy néz ki. Én pedig abszolút nem vagyok befelkészült, hogy néz ki az épület, nem én szerveztem, én csak jöttem. Az út, várj, és akkor majd ott elmegy. Igen, szóval így sétálunk most. Horvátor, tök jó, durva, hogy így sétálunk Horvátországban, nem olyan? Csend van. Ja, olyan tök csend van, szóval most kus, jó? Ja, van, akkor volt ott egy... De busz meg áll a tábla, az ugyanolyan, mint nálunk. Egyelőre meg a váró is. Nézd meg. Na, tudod, ugyanolyan busztábla. És nincsenek járdák. Várjál, gyere. Uton kell menni konkrétan. Ez meg szerintem elve hagyatva, nem? Ott jön egy csaj szembe. De basszus, milyen kilátás van. Ja. Nagyon durva. A rostámítőről nagyon kíváncsi vagyok, gyerekek. Megvan? Megvan. Zsír. Na, hon volt a gyerekig? És vissza is kell fordulnom. Ja, mentünk volna, most már nem. Ja. Jó a ház? Aha. Szép a kilátás? Aha. Zsír. Itt van, ez az. Azt a rá. Hú, ez komoly.
Ez jól néz ki, gyerekek. Ugyanaz a, az a lépcsős kívülről, mint... Ja, ja. Csak ez bejön. Három éve. Deutsch. Okay. Wie viel Personen ist? Fünf. Jó kilátás. Ó, azt a rohadt élet, az igen. Aha, akkor az jó. Legfölül leszünk. Akkor ez még az alsónál is jobban múj. Na, ez nem semmi, gyerekek. Ez komoly. Jó lesz, Andrá, hízbusz már? Kemény. Jó, tetszik bunni? Nagyon jó. Komoly. Yeah. Yeah. Danke schön. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Szép lesz fürdővel. Und Terrasse. Qualité Küche. Gulasch. Yeah. Yeah. Nix gulasch, oder? A bódi, akkor ez egy jó lesz, nem? Ez nagyon jó. Nézzek körbe. Komoly, erre kell fölkelni gyerekek, ez durva, nem? Jó, hogyha ide kipakolunk, már kezdünk felpakolni, amíg te beállsz, hogy nekem, mert onnan olyan hosszabb lesz. Ja. Jó. Akkor pakoljunk ki. Pakoljam ki! Én kivettem mindent. Hülye gyerek, nekem mennyi van? Az mi? Akkor mi? Az ki? Ja, az más. Tök jó, ilyen hegy. Hegytető vagyunk konkrétan. Tök csönd van. Ez jó. Három évvel ezelőtt ilyen nem hegyen voltunk, de eléggé forgalmas. Akkor egy belvárosban voltunk, ez meg azért egy ilyen kis falu konkrétan, elég kicsi falu. Na szóval gyerekek, akkor a szállásról még egyszer kifizettük, sokkal olcsóbb volt, mint vártuk, nem kérték el se az idegenforgalmi adót, és olcsóban számolták el, még kaptunk is vissza pénzt, tehát akkor még egyszer így néz ki, itt van egy kis konyharész, mikro, tévé, én leszek itt, és visszaadták ugye az idegenforgalmi adót. Gyula, jössz nekem 4 hónával, jó? Nincs nálad apró, de ja, majd kösz. Adatod. És ugye igen, sokkal olcsóbb volt szállás, ez az egyik szoba, ahogy láthattátok. Szia, Dávid, integes! Sziasztok! Ez meg a másik. Ti lesztek itt ketten? Így van. Integes, Máté, szia! Szia! Ez egy sokkal nagyobb szoba itt. Van egy ilyen másik része, ez ugye a WC meg a fürdő. Így néz ki, gyerekek. Gyerekik! Konkrétan rohadt jól jártunk ezzel a szállással. És ez a látvány fogad, gyerekek. Tehát itt, innen jövünk kifelé, és azt mondjuk, hogy jaj, milyen rossz reggelem van, ja, várjál, nem is. Ez nagyon komoly. Hú, én imádom a kilátást. Olyan, mint a kicsit a Dunakanyar, a haj az egy nagyon kicsit. Ez a visegrádi részre. Kellemes fuvallat. És valaki itt lakik, gondoljátok el. Nagyon jó lehet már neki. Nagyon szép. Zsírtuti. Aztán persze a lényeget meg sem mutattam. Vettünk ilyeneket, saját szemüveg, ilyen szipka izé, meg békatalp is, gyerekek. Ilyen műanyag békatalp. Annyit fogunk búvárkodni, és ami a lényeg, ami nélkül nem lehet vizalati felvétel. GoPro Hilo 4 Silva. És egy ilyet is tettem rá, hát ha kiesnek ezenből, és akkor így meg tudom fogni. Így fogok vele kamerázni a vizalat. Izgusz már? Vizet, hogy fogunk vizet buvárkodni, basszus? Szép képeket fogsz csinálni. Nagyon durva. Hát ez szerintem 7 Oscar díj, nem? Igen. Vagy 8 lesz? Igen, attól függ. Nagyon durva. Hangkeverés is, meg minden. Ja, legjobb hangkeverés. Dávid, mondd egy eddigi vélemény gyorsan. Véleményt. Az út az jó volt, olyan esőbe értünk, mint a fene, de most meg olyan 35 fok napsütés van, mint a csuda jó dolog. Úgy milyen a hely? A hely nagyon jó. Mennyire a kilátás számítottál? Is jóra számítottál, vagy ennyire jóra? Ennyire jóra számítottam, igen. Gondoltam, hogy ilyen szép lesz a kilátás, mert láttuk a képeket, úgyhogy eddig jó. És menjünk úszni! Megnézzük, hogy az mennyi, mert ha az, akkor inkább ez, ami itt van mellett, hogy 15 percet kell utazni most még Krigbe a Lidlhöz. Jó. Szandra, vélemény a szállásról, ez útról? Vélemény? Nagyon jó! Nézd meg, nagyon durva, azt figyeld. Számítottál ilyen jóra? Amúgy. Igen. Mert én megnéztem az oldalon. Én utána néztem. Igen, te full látod a házat? Persze. Igen, akkor csapd bele. Akkor megyünk a tengerre?
Mindenki kell vagy, igen? Igen! Akkor go! Na akkor mindenki összekészülődött, már csak a törölközömet kell betenni. Go! Na akkor strand, mindenki kiabálja a strand! Strand! Egy napra 30 kunát kellett fizetnünk. Fejenként 6 kuna, tehát ilyen 300 forint. Teljesen jó. Megégeztünk. Így néz ki konkrétan. Szerintem jó lesz, nem Balázs? Király lesz. Nincsen tömeg, ahogy látom, ahhoz képest. Megjöttek a magyarok, Hungarians, we are here, motherfucking, MDF, motherfucking. Motherfucking mi? Motherfucking Hungarians. Én nem kértem békatalpat. De mert? Béka. Mert én nem fogok békázni. Igen. Aha. Buri, neked van békatalpad, nem? Nincs. Nem mersz. Neked sincs békatalpad. Édes ős. Félsz. Ja. Nem mersz. Nem mersz. Hú, ez kurva jó, lehet nekem is kellett volna. Kérj. Jaj, jaj. Bár nekem ilyen erős talpam van. Féled-e a halál? Az enyém az hol van? Ez az enyém, ugye? Az a Balázsé szerintem. Mutattam. Micsoda? Mutasd mi? Hozzá már. Ez a mi? Mihez? Mit? Féled a halál. Oh, oh, oh. Burdi, tetszik? Szerintem nagyon jó. Jó, nagyon szép. Az a helyzet, hogy nem lehet távolabb menni ugye a bójáktól. Tehát konkrétan ennyi az egész a bójákig, szóval alapból nem nagy, de egyelőre kezdésnek ez is megteszi. Na, szóval gyerekek, meg volt az első fürdőzés. Próbáltam keresni érdekességet, ilyen kagylókat, meg tengeri csillagokat. Egy kagylót találtam. Így néz ki. Meg, ami nagyon jól néz ki, találtam egy tengeri csillagot is, ami még valószínűleg él. Mert amikor kihoztam, akkor még az egyik lába így fel volt gyűrődve, aztán most már visszaállt. Tök cuki, mi? Valószínűleg még él, nem tudom. De lehet, hogy ma halálám volt, mert igazából csomót találtam, amikor ugye kövek alatt vannak, felfordítottam a köveket, és egyből elkapták a halak, és megették őket. Volt ilyen vékonyabb tengeri csillag, és nem ilyen dagad, hanem ilyen hosszú lábai vannak ilyen vékonyabb, de azokat mind megették a halak, meg élők voltak inkább, azt is elkaptam, és mászott a kezemben. Most a Sandraiknál van a GoPro, ők nyomják vele. Aztán most megyek kajálni, mert olyan éhes vagyok, benn voltam vagy 2 órát. Én másodszor vagyok a tengeren, gyerekek, de ezt a sós vizet, ezt soha az életben nem fogom megszokni. Tehát akkor most ma este főzzük meg a kaját, amit... Igen. Igen? És akkor az elég lesz mind a összes napra, igaz? Nem lesz elég, hát nincsen az sütő. 2 napra terveztük, de mivel nincsen sütő, ezért a rakott krumplit megcsináljuk sem a serpenyőbe, vagy izébe, lábasba, csak. Gyere, már én is gondoltam, hogyha egy kis víz van az alján,
akkor tök jó felmelegszik az egész. Ja. Legfeljebb nem annyira rakjuk fel a rezsót. Csak aztán ráhúzod a van a lufória a vízipipához, aztán majd bepárolódik. Nem? Melegszik az egész és összefő. Meg ott van egy másik is, a hol? A kisebbik, kisebbik, igen, tényleg. Ja. Gyerekek, ott vannak rákok. Aha, tényleg. Mekkora rák, kiült napozni a rák bácsi? Szerinted, hogy meddig ér a víz? Fél méter kell. Kinágaskodik, nem? Ott, igen, ott távol is van egy bakker. Hogy kiültek napozni rák gyerekek, ott a... Nem hiszem, hogy GoPro-val lesz már. Nézni. Ott van a rák. Tök cuki. Hogy tolja neki. Integed is látod? Valamit eszik. Látod? De durva. Ja, valamit, mintha valamit enne. Vagy imitálja. A világok harcában az a gép, tudod? Na, szóval amit közben az van, hogy elmentünk kajálni. Leültünk egy pizzázóba. Csak nem vittem magam a kamerát. Sejessen a másikat. Elfelejtettem, aztán inkább visszarohantam GoPro-ért, hogy meg akarom mutatni, milyen jó helyen ülünk, gyerekek. Itt a kilátás, így néz ki, gyerekek. És itt ülünk fent, pizzériába. Azért van kilátás. Ez a kilátás, gyerekek, azért ez komoly, nem volt? Mondj egy gyors véleményt. Vélemény a kilátásról, vagy miről? Hát most legyen a kilátásról. Kilátásról? Hát szerintem magától értetődik, amit is mondanék, azt mondom, hogy nagyon szép. És veszi. Tehát, itt vagyok. Hol is vagyok? A WC részlegen várom Gyulát és kedves Alexandrát, amik kezet mosnak és elvégzik ügyes bagyos dolgaikat, addig pámoljátok. Hát nem is tudom mit. Ezt a szép növényt. Na gyerekek, szóval... De pici! Véget ért a strand. Rohadtul elfáradtam, alapból ugye 3 órát aludtam, de hogy érzem magad strandon, Balázs, mesélj valami. Jól, csak én is kicsit fáradt vagyok. Így néz ki. Hát már megy le a nap, mennyi van? 6 óra? 7? Szerintem annyi megy. Hát olyan 6. Elég magasan van. 7, 7, 6. Hát nézzük milyen magasan van. Szerintem olyan 6 óra már van. Megyünk a boltba, vásárolunk valamit, vagy vacsorára, és megcsináljuk a vacsorát, ami ugye 2 napra jó lesz. Mindenki örül? Jó volt a strand? Mondjatok valamit. A kis boltban nem fogunk tudni ilyen sok mindent venni. Hát azért mondom. Kis boltba? Majd holnap megyünk rendes magasban. Ja, ja. Vizálló? Hát így nem, csak a tokban van. Aha, az eszed tokja. Azért volt tokban. Nem láttam. Hát dehogy nem, neked, ilyen nem adtam, a szandadáikkel nem adtam. Akkor bolt, valami jó terméket kérdezni. Nem, a szemé elé nyomd azt a szarkamerát. Akkor bolt. Valami jó terméket kell találni, nem Dávid? Ja, de ez eléggé PK-os. Találnak jó terméket, Dávid? Hát ez ugyanolyan lesz, mint a jutas, úgyhogy kétlem, de hát ha akar egy-két. Nem kell sok minden. Nem kell sok minden. Nem kell. Kell veszünk egy tejet, mert az a jó, ha minden közös. Ez miben volt? Na megjöttünk a bolthoz, gyerekek. Gyerekik. Hát az nem tudunk kiszállni. Szálljatok ki. Igenis? Jaj! Na itt van a bolt, gyerekek, ez a market. Mire? Ja? Tolod a Máté? Na azért megmutatom a Mátét. Így néz ki. Látszik valami egyáltalán pont ott süt a nap? Aha. Jó, hogy van egy busz megálló is. Nagyon komoly. Gyerekek. Menj való, 80. 80 kuna? Lejje 60. Mi adtam el neked a cipőt? Ranzba, jó van. De jó is tudom. Ja tényleg, vettem egy ilyen cipőt, azt mutattam. Ilyen homokjáró cipő. Mit találtál? Ilyen kocsma. Helyi terembe akarunk menni, az nem lehet rossz. Ja. Na Burdi, itt vagyunk. Pinája van a fának. Ja. Komoly. Hallod Máté? Ez tök jó lehet ajánlni. Az illatok is azt árulják el nekem. Milyen komoly, már még itt vannak a karácsonyi, meg a
húsvéti csokik a boltba. 249-ért. Kellemes ünnepeket, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog húsvétot kívánok most a gyerekek. Ez egy kurva jó étterem, mert már fele annyi, mint lenn a parton, és még ki van írva magyarul is. Itt lapra vagy hova? Igen, de már eleve itt kint a bejáratnál. Itt te? Aha. Hol? A kék a minden. Kék? Igen? Tényleg. Gyümölcseivel tinta hal. Házi tészta zöldségekkel. Házi tészta garnéla rákkal. Hoppá. Bárány gulyás körettel. Tök jó. Micsoda? Ki van írva magyarul? Ez a legelső, ami ki volt írva magyarul kb. Gnocchi a tengeri gyümölcse. Gnocchi bori gulyása. Makaróni a tenger gyümölcse, a tinta hal. Ez jónak tűnik, első étterem, meg első hely, ami ugye ki van írva magyarul. Ez jó, ez tényleg jó, csapd el már. Tetszik? Hát bazd meg! Azt hittem, hogy így kell. Itt akkor kiülünk majd egyszer? Nem, még sétálva is lehet tudni. Aha. Igen. Akkor itt mikor kajálunk, holnap vagy mikor? Hát figyelj Balázs, a dom tetején már a mi falunk van. Ha inni akarunk, akkor mindenképp sétál. Egyet közösen urbexelünk itt a roncsok között, aztán meg lejövünk kaján. Utána meg lemegyünk a strandra. Ez jó ötlet. Na szóval, így néz ki az épületnek a hátsó része. Oda megyünk föl. Oda, gyerekek. És van. Jé, vagy van pingpongasztal is. Úgy nézek ki? Nézd Balázs fel! Ideges! A Gyula nem segít semmit, sosem. Hátha! Na, akkor most kajacsinálás lesz? Jó. Kiveszed belőle a részed. Kösz. Pénztárcán, megadom. Mindenkinek meg a pénztárcán. Mint hogy nem csinálnék semmit. Miért? Én vasalok, főzök, mosogatok és teregetek rátok. A parton, igen. Jesus. Ennek a villany az hol van? Ennek. Hát kétszer kell tapsolni. Három volt. Na. Na gyerekek, napnyugta, lement a nap, lassan vége ennek a napnak is, és készül a finom kaja! Ideig eljön a kurva hagyma és bőgök, bazd meg! Ne sírj Balázs, van még egy csomó hagyma. Aha. Nem már. Tudod, ez itt mind közös. Szerinted te is sírsz? Én nem sírok, kamon. Nem tudom, miért annyira fáj nekik, hogy a hagymát kell pucolniuk. Hogy megműti, figyelj, ja. Tudsz jobbat. Városi gyerek, látod? De aranyos. Nincsen ilyen nyitó itt? Nincs. Na, ja. Jó, akkor nem lesz meg. Ham. Ham. És most már vége. Pont? Pont. Mi ez zene ez? Indult volna ez. Ó, ez az jó. Ja, Máté fürdik? És akkor meg én nem veszem ki a részem belőle. Nem, nem is jön. Ez a Sancho tojjad. Na gyerekek, elkészült a kaja. És hát készülőben van, egyik az csilisbab lesz. Csilisbab, de ez még rotyog, ugye? Ennek még össze kell rocsanni. Ugye ez két napi kaja, két. Ma kaja, holnapi kaja. Holnapi kaja, ja. Ez pedig a rakott krumpli lesz, amiből a krumplit felét én csináltam. Igen. A rakott... Nincsen róla bizonyíték, mert nem vettük fel, mert csináltam. De én csináltam. Persze, a legendám. Már lement a nap. Integessetek lent! Burdi Szandra, integes! Azért jól néz ki, basszus. Nagyon komoly. Ott a hold. Sajból van a hold. Gyerek, ezt a kamerát vettem, mert a GoPro-ban nem igazán látszódna, de azért ez jó.
jó éjszaka is jól néz ki. Naplementét akartuk felvenni Balázsral, és egy ilyen timelapse-szerűséget, ott ment le, de annyira felhős volt, hogy nem volt nagy értelme, így is ki vagy a fókuszból. Van egy olyan mód a kamerán, hogy gyenge megvilágítás. Az egy egészen jól látszik minden. Szandra, mondja a véleményt. A meccsről. Jó volt, kikaptam a gáztól, vagy négyszer, és a Gyulát meglevertem. Három de volt. Milyen meccsről van szó, nem tudják. Pingpong, asztali tenisz. Szétvertek pingpongba. Pontosan ezek azok a pillanatok, amelyekért érdemes videóra felvenni a vacsora csatát. Ezeket a nagy tapasztalatról árulkodó mozdulatokat képtelenség elsőre ellesni. Újragondolva. Az biztos, hogy újragondolva. Van benne minden, amely rakott kumpliba kell. De és akkor nem a, nem a sütőbe fog menni, mert nincsen sütő, hanem... Igen, nincsen sütő, meg tepsi se, hanem felrakjuk lassú lángon a tűzhelyre. Van alatt a víz, tiszta szaftos az egész, meg ugye tejföl, a sajt is zsíros. De alapból már meg van főve minden benne. Alapból meg egyébként tényleg minden meg van főve, úgyhogy elvileg ennek így... Azt hiszem, fiúk, le kell mondanotok az oldalasról, a pacalról, meg az egyéb ilyen falánkságokról. Én elmosogatok, de még visszaviszod a nénének a sajtreszelőt. És ezt meg kellett még egyszer. De most ezt nem mondjad. Mondd még egyszer, légy szíves. Kérlek. Én elmosogatok, de még visszaviszod a nénének a sajtreszelőt. Ja. A fasz tudja, hogy milyen lesz, de... Szerintem amúgy jó lesz. Olyan érzésem van, hogy kurva jó vagyunk. Hát kurva jól néz ki, meg az ízek is jók benne, úgyhogy én arra számítok, hogy összességében fasza lesz. És kb. Hány perc mire elkészülök? Fél óra biztos. Jó, rendben. Akkor meglátjuk majd a tetejét. Köszönöm szépen az interjút. Szívesen. Egy kis gasztroműsort is láttattatok, gyerekek, itt jó. A Szellemvárosos csatornán. Érdekes dolgok. Ezek érdekes dolgok, ezek mind érdekes dolgok. Na Sandra, milyen lett a csilisbab? Nagyon finom. Finom? Mhm. Akkor mindenki zabál? Mhm. Zabáljunk. Zabálunk akkor. Na gyerekek, ennyi volt a videó mára. Bezárul a Hanya Gyula mokatára. Mindenki köszönjön el. Szia! Mintek esetek? Ja. Bács, köszönjél kin! Mondd a cső.